Tetszik gondolni Udvarhely fejlődéséről az elmúlt 6-7 évben? Azt, hogy eléggé stagnál. Nem vagyok teljesen megelégedve vele. Inkább a járdák minőségével nem vagyok megelégedve. A porral, a tisztasággal. Igyekezünk betartani, de mégis mindig baj van ezzel. Itt ez a környék, és ott amilyen járdák vannak, sajnos én nagyon sokszor elestem, itt a piasznál is gödrök vannak. Ez nem tetszik. Merre tart a város? Remélem, hogy jó irányba tart, ha az RMD ezt nem fékezi. Köszönöm. Hát ez egyéni véleményem most jelenleg nincsen. Láttam sok panaszt, hallottam. Padlón. Lassan, de biztosan, nem a leggyorsabb tempóba, de haladunk valami jobb irány fele. Móni, segíts ki, mert most jönünk Tori próbaérettségéről, mert nagyon nem fáradva. De hát olyan reformok kell lennének, mint amit Kúza csinált. Agrárreform. Jó irányba haladna, csak kellene egy jó vezetés. Ami az utóbbi 8 évben megmutatkozott, hogy nem a legjobb. Hát, az utakat tekintve nagyon gyatrák, nagyon szörnyű. Nem látom nagy fejlődését ebben az elmúlt 6 évben. Tetszik a város. Nem ide valósak vagyunk, itt feljárunk. Ha nem? Mi keresztúriak vagyunk. És keresztúri szemmel milyennek látjátok a város? Vagy mennyire gyakran szoktatok ide járni? Hát, heti kétszer maximum. De akkor van egy rálátásunk. Van a rálátásunk, igen. Van az elkanom ide, úgyhogy nekünk tetszik amúgy a város. Nagyon-nagyon rossz felé lát. Polgármesterről mi a vid? Ahogy... Hát, mondjak. Nem sok jó. Hát jó felé, csak az a baj, hogy a város végén nem lehet járni nagyon. Kocsik tönkre mennek. És Gálfiról mi a vid? Még egyelőre semmi. Nem tudok mit mondani róla. Kész sok, további szép napot. És a polgármesterrel mennyire elégedettek, mi gondolnak? Padló. És jövőbe kit szeretnének majd polgármesternek? Milyen tulajdonságokkal kellene önök szerint rendelkezzen egy jó polgármester? Mert a fia halopta a ottorinát. Tehát nem választaná újra? Semmiképpen. Ja. És esetleg helyette van valaki olyan, akit szívesen látna a polgármesteri székbe, vagy milyen kellene ön szerint legyen egy jó polgármester? Fiatal és tanult, egy művelt, aki több nyelvet beszél, iskolai végzettsége van. Hát, legyen olyan, mint egy jó vállalkozó, szerintem, úgy, mint Trump, amilyen volt Amerikában. Ez mit jelent? Hát, legyen ambiciózus, kitartó, szeresse várost, Udvarhelyt, aki már tudja. Hát legyen ambiciózus, legyenek tervei, vegye figyelembe az emberek, a népnek a vágyait, és minden ilyesmi, ami pozitív irányba fejleszti a várost. Ideig meg voltam elégedve, rá is szavaztam. Nem szemét szeretnék látni, hanem azt, aki haladást eredményezi Udvarhelynek. Szerintem legyen egyenes, álljon ki magáért, a városért, a népért, fejlődjünk minél jobban, kb. Ennyi. Szerinted egy jó vezető milyen lenne, vagy milyen lenne a jó vezetés? Hú, hát ez nehéz megfogalmazni. Hát minden esetre, hogy a kampányban, amit ígérnek, az legyen megtartva, és ne az legyen, hogy két vagy fél év vagy egy év után szétszorodik a csapat. Tehát ez... Szerintem ez elég sok embert negatívan érintett ebbe a szempontból, hogy amit ígértek, az nem legalábbis nem álltak ki amellett, amit ígértek, hanem különböző kifogásokkal kiléptek a vezetésből, úgymond.